visszahúzom a szót, hanem átadom az első előadónknak, aki nem más, mint dr. Hevesi Krisztina, szexuálpszichológus, egészségfejlesztő szakpszichológus, egyetemi oktató, Kriszta oktatóként és előadóként is rendkívül sokoldalú, az ELTE pedagógia és pszichológia karának személyiség és egészségpszichológiai tanszékének, valamint egészségfejlesztési és sporttudományi intézetének is oktatója, és hát nagy öröm nekünk, hogy ma este is itt van velünk, hogy egy kicsit a vízparti szerelmek rejtelmeibe avasson be bennünket, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel dr. Hevesi Krisztinát. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát részemről a megtiszteltetés, kivált kép, hogy olyan kiváló kollégákkal lehetek ma egy színpadon, mint ugyebár Dula Andrea, aki a környezetpszichológiának a nagyasszonya, és természetesen szexuálpszichológusként olyan remek helyzetben vagyok, ugye mindenről a szex jut az eszünkbe, hogy mindenhez tudok kapcsolódni. Hát ugye ezt nem kell ugye a környezet összeköttetés megmagyarázni, ez az égen, földön, vízen, levegőben természetes, hogy a víz sem maradhat ki, illetve hát a sportpszichológiában pedig Lénárt Ágotával, ugye hát most, hogyha én egy kicsit itt pikáns lehetek, ugye, tehát a sexercise például, és hát a vízi sportok közül én egy másikat szeretnék kínálni most. No, és hát hadd kezdjek egy személyes példával, ami szexuálpszichológiában azért felettébb meredek, hadd tegyem hozzá, hogy azért is kértem magam itt első helyre, mert nem sokára indulunk a kedves párommal vízpartra rendbehozni a kapcsolatunkat. Nem, ez a vége, ez csak vicc volt, semmi gond nincs, de tény az, hogy elég erős inspiráló hatása van a vízpartnak, és ugye már is, ha ránézünk a képre, mit is jelent például a művészetterápiában a víz, az az érzelmeknek a jele. Ugye nem mindegy, hogy milyen színű az a víz, milyen színű az érzelem például. És ha már ide csöppentünk a folyópartra, a folyóisten, és még előtte szólva, azért a termékenységnek a folyó a jele. És nem csak ahogy ugye a hétköznapi poénnal szoktuk mondani, hogy hát persze-persze halak ívnak benne, hanem istenségei voltak. Például ilyen maszkulin, olyannyira maszkulin, hogy még két szarvat is kapott a folyónak az istene. De ezen kívül is, hogy mennyire a termékenységet jelképezi, kiváltképp az ilyen nagy folyókra, Nílus, Ganges, nem véletlen, tehát Egyiptomot a Nílus ajándékának is tekinti. És ugyanakkor pedig pontosan, mint az érzelmeink, hullámoznak. Hullámoznak és változnak, nem véletlen a mondás egy tártos párkapcsolat esetében, hogy mi a titka, többször szerelembe esni, mindig ugyanabba a személybe. És bizony, milyen erővel bír, hogyha összekötjük a szerelmet és a folyót, hogy nagyon sok örömünk tud benne lenni, de hihetetlen szenvedés forrása is tud lenni. Kivált kép itt a Duna partján állva, ugye az árvizeket említve például. Na, és itt egy másik kép a folyó istenéről. És hogy honnan is érezhetjük, tehát én nem tudom, én ránéztem erre a képre, és majd, hogy nem rögtön szerelmes lettem. Vitathatatlan, hogy a környezet, a kontextus nem mindegy számunkra, hogy aztán milyen érzelem jelenik meg. És ezt tudjuk jól a házas nászutasok esetében is. Nagyon sokszor indulnak, igaz, egy kicsit nagyobb vízre, ugye a tengerpartjára. Vénusz is a tenger habjaiból született és pattant ki. No, és ennyi előjáték után, akkor nézzük is, mi is az a szerelem. Hogy mennyire egy misztikus élmény, ugye mindannyian tudjuk, hogy mi az, de mégis, hogyha definiálni kell, akkor nagyon nehéz meghatározni. Sokszor kérdezik tőlem, két ilyen tipikus kérdés van. Nők esetében e-mailen mondjuk megkérdezik tőlem, hogy van-e orgazmusa, és ehhez hasonló, amikor ugyanazt megkérdezi, vajon ő szerelmes-e, és mindkét esetben ugyanazt a választ szoktam adni, ha kérdezed, akkor valószínűleg nem. Mert ugye, amikor szerelmesek vagyunk, akkor ez nem kérdés, hanem úgy egyszerűen van és tudjuk. Azt mondtam, hogy misztikus élmény, és egyébként még akkor hadd kössem ahhoz, hogy valahol a tudattalanunknak talán az egyik legjobb példája a szerelem. Ugye, mint ahogy Freud ábrázolta
úszunk a vízben, tehát a hatalmas nagy vízben úszó jéghegy. És hogy honnan tudhatjuk ezt? Ugye amikor szerelmesek vagyunk, ahogy mondtam, akkor nem kérdés, hogy azok vagyunk, és az, hogy miért pont őt választottuk. Hát egyszerűen csodálatos. Akkor viszont, hogy mennyire ez egy láthatatlanul a tudattalanunkból jövő jelölés, amikor aztán elhagyott, kihasznált, megcsalt, és még sorolhatnám. Már látom, hogy nem is annyira jóképű teszem azt. És én mégis ezt a stricit szeretem, ugye? Tehát akkor látszik az, hogy mennyire nem tudom megmagyarázni, és hogy mennyire nem a kognitív szinten zajlik ez az egész. Érzelem vagy motivációs rendszer. Helen Fishernek volt egy ilyen nagyszerű, kb. 20 perces előadása a szerelemről, és így kezdődött, hogy a szerelem nevében ölünk, meghalunk, ugye például a Titanic című filmben, vagy akár öngyilkosság révén, akár háborúkat indíthatunk, akár több diplomát szerzünk, csak azért, hogy megfeleljünk. Átköltözünk a világ másik pontjára. Tehát innen kérdés az, hogy érzelem vagy motiváció, kiváltképp még a pszichológia őstörténetében, ezt nehezen tudták meghatározni. És akkor nézzünk egy kicsit mai vizsgálatokat. Hogyha most azt mondanám, hogy mondjunk egy érzelmet találomra, nagy valószínűséggel így a leggyakoribb válasz a szerelem lenne. De ugyanazt, hogyha egy 20-as listát adnánk, hogy rangsoroljuk, valószínűleg ugyanúgy az első helyen végezne, hogy milyen ereje van a második legintenzívebb érzelmünk, nem túl romantikus, de a dű után. No, és hát mi is a szerelem? A szerelem egy komplex mentális állapot, az, hogy mennyire célvezérelt viselkedés, hogy mennyire jutalomközpontot is aktiválja. Tehát az, mit én itt kiemelnék, az, hogy komplex érzelem. Mi következik ebből? Az, hogy például, amikor egy párkapcsolat elején mondjuk, tehát hogy mennyire egyrészt nincsen két egyforma szerelem. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy milyen nagy szerelmeink voltak, szinte biztos, hogy nem ugyanúgy éreztük, hanem hogy többféle érzelemnek a keveréke, egy koktélja ilyen értelemben. És bizony egy tartós, hosszabb párkapcsolat esetében sokszor halljuk azt, hogy a szerelemnek múlnia kell. És én azt mondom, hogy nem múlik, hanem átalakul. Más érzelmek válnak benne fontosabbá. Tehát így például mondjuk az első időszakban a szenvedély, a vágyódás, a féltékenység, míg a későbbiekben pedig inkább mondjuk a biztonság, a bizalom, az intimitás erősödik föl. Ez nem az jelenti, hogy elmúlt, csak máshogy élem éppen meg azt az adott érzelmet. És hát ezen kívül pedig kortikális és szubkortikális rendszer, tehát ezért élhetünk át akár olyan szinte megmagyarázhatatlan eufóriát is. És akkor egy kicsit, hogy itt a tükörneuron rendszerekről is beszéljünk, itt az anterior és a posterior cinguli, más néven a gyrus cingulus, ennek az a lényege igazából, hogy ez segít minket abban, hogy a másikkal teljesen azonosuljunk. Ez több, mint az empátia, tehát amikor annyira automatikusan azok az érzések járnak át minket, mint a másikat. Egyébként pedig, ahogy mondtam itt az első, vagy hátsó, hát ugye a szex és a szerelem nem ugyanaz, nem teljesen ugyanaz, ha így lenne, akkor lehet, hogy szexuálpszichológusokra se lenne szükség, hogyha a két dolog mindig teljesen egybevágna, és egyébként az elülső rész ugye az elsősorban a szerelem, míg a hátsó gondolatok pedig inkább a szexualitással kötődik össze. És akkor lássuk, hogy miben jelenik ez meg, miben nyilvánul megviselkedéses szinten. Ugye a szexualitásnak és a szerelemnek nem csak eltérő verbális, hanem nonverbális jelei is vannak. Hogyan tudjuk tesztelni, hogy vajon melyik az, ami dominál az adott párkapcsolatban, természetesen azzal együtt, hogy azért nem zárja ki a kettő egymást. A szerelemnek a jelei pont ez a rögtön azonosulás folytán automatikus bólintások. Automatikusan már azonosultam az élménnyel, amit a másik mesél. Többfelé dőlés, óvóvédőkéz mozgás,
mozdulatok, és több természetes mosoly. Ugye a természetes mosolynál ez a düsen mosoly, aminek az a lényege, hogy ez pont ellentét a penem, tehát a penem mosolynak, amit a Pan American légitársaság stewardesseiről neveztek el. Ugye valószínűleg, amikor hozom már a következő viszkit, tehát hogy nem volt annyira őszinte a mosoly, és a szem környékén nem jelentek meg a ráncok. Hát igen, ezt mai botoxolt világunkban azért nehéz megkülönböztetni, valljuk be. No, szóval ez a természetes, őszinte érzelmeknek a megjelenése. Ezzel szemben, hogyha csak egy alkalmi kalandra vágyunk, akkor a szexuális jegyek minek hogyan állapítható meg? Ne értsék félre, orális aktivitással. Tehát azt, hogy elsősorban több a csücsörítés, a nyelv láthatóvá tevése, esetleg a kész szájjal történő megérintése, cuppantás és egyéb dolgok, gondoljunk a mai híres kacsaszájakra, illetve a csücsörítős pózokra. No, és hát akkor ahogy már föltettem a kérdést, hogy miért is van szükség szexuálpszichológusra, még egy kicsit ugyanúgy Helen Fischer tollából hadragozzam ezt a három különböző, független, de egymással azért köszönet érte, kölcsönviszonyban álló rendszert. Ugye az első az ösztön. Tehát ez a sex drive, ami röviden megfogalmazva, és ezek persze egymástól független biológiai háttérrel is bírnak. Tehát a sex drive az, ami arra ösztönzi az egyént, hogy a fajta béliek közül valakit válasszon szexualitás céljából. Ez a megteszi bárki kategória. Ide elsősorban a szexhormonok tartoznak. A második ilyen rendszer, az már egy kicsit finnyásabb, tehát az már azért a vonzalom létét is feltételezi. Ide tartozik a szerelem, ahova pedig itt kiemelném mondjuk a dopaminnak a szerepét, ami jutalmazó rendszer. Tehát az, hogy a másikat jutalomforrásként élem meg, egyébként pedig a kábítószerben is ez az egyik legerősebb jutalmi rendszer. A harmadik pedig a kötődés. A kötődés az, hogy nem csak megkívántam, nem csak szerelmes vagyok vele, hanem képes vagyok elköteleződni a másik iránt. Ugye ez az, ami mai világunkban nem annyira könnyen alakul ki, ez a fajta elköteleződés. Egyébként pedig a természet bölcs, és itt ismételten, hogy kiemeljek egy biokémiai vegyületet, itt van például az oxitocin, ami nem csupán ugye a baba és a mama közötti kötődés segíti, nem véletlen, hogy a baba egy kész ilyen oxitocin fröccsben jön a világra, hanem úgy mellékesen, a szoptatáskor is, szintén megerősítve a baba és a mama viszonyát, illetve szerelmesek között az orgazmus pillanatában szabadul föl. Úgyhogy ilyen értelemben ugyanaz a kémiai anyag köti össze a babát és a mamát, mint a szerelmeseket egymáshoz. Azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ezért igaz az, ugye, hogy miért nem lehet többet szeretni egyszerre, vagy legalábbis hát na, ezt most nem fejtem ki. Tehát azért pontosan ez az elköteleződés és a másiknak a le nem cserélhetősége ugyanaz a fajta kizárólagosság és ilyen duálóniós kapcsolat, mint ami az anyával való kötődésre emlékeztetett. No, és akkor még egy pillanatra nézzünk vissza itt a pszichotörténelemre, illetve egy kicsit a filozófiát is belevonva, hogy a szex és a szerelem. Ugye mi szeretünk ilyeneken szüttyögni, hogy melyik az, ami olyan genuinabb, alapvető, fontosabb. Itt természetesen a biológiai elméletek azt mondják, hogy a lényeg a szex, tehát az az, ami a kulcs, és kaptuk rá ezt a kis rózsaszín masnét, ugye, a szerelmet, hogy egy kicsit nagyobb motivációval gyakoroljuk, hogy ne halljon ki az emberiség. Ide tartoznak például, ugye, tehát a freudiánus elméletek természetesen, vagy akár a biológiaiak, evolúciós elmélet. A másik oldalon pedig a platóni, vagy a vallási teóriák pedig azt mondják, hogy nem. Az alapvető a szerelem. És nincs annál magasabb foka az intimitásnak, mint az, amikor egybeolvadunk a másikkal. Ennél közelebb soha nem kerülhetünk a másikhoz.
És valahol ez az egybeolvadás az, amit aztán Aaronék elmélete, Aaron és Aaron, egy házas pár, akik a sírig tartó boldogságnak a kutatói párkapcsolatban. Ez azért nem semmi. Jó hírünk, hogy még együtt vannak. Úgyhogy igen, és egyébként pedig itt, még itt az előző vitához térve, azért hadd mondjak egy példát, hogy ugye egy kimaradt alkalmi kaland miatt nem szoktunk öngyilkosak lenni. Míg a szerelem azért rendre szedte áldozatait. Na és akkor visszatérve Aaronék elméletére, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen pont ez a fajta egybeolvadás, a másikkal való azonosulás és teljes összetartozás az, ami minket annyira motivál az én kiterjesztésnek a szükséglete, és hogy a másikat belefoglaljuk, ezért vágyunk igazából a szerelemre, illetve ezt jelenti ez a fajta érzelem. És egyébként ennek egyfajta empíriája, hogyha belegondolunk, a mi élménynek a kialakulása, ami azt jelenti, most ez egy kicsit más, de mégis nagyon hasonló elméleti alapokon, hogy miért is fáj nekünk annyira, amikor a másik úgy kiszakad az énünkből, amikor elveszítjük. Mert már annyira az énem része volt, hogy már automatikusan benne volt a gondolataimban. Automatikusan, hogy megkérdezték tőlem, hogy mit csinálok hétvégén, vagy mit csinálok nyáron. Nem azt mondtam, hogy én mit csinálok, hanem mi. Ha elmentem mondjuk egy farmer nadrágot vásárolni, automatikusan azt néztem, hogy vajon neki tetszik-e, vagy ő mennyire szereti. Úgyhogy ezért olyan nehéz és fontos utána újraépíteni tulajdonképpen az énünket is egy ilyen vesztesség után. És amit itt kihangsúlyoznék, hogy egy kicsit azért visszatérjek ennyi repike után a vízhez is, az egyik legfontosabb dolog, amit a szenvedély tesz, hogy elmossa a különbséget az adok és a kapok közt. Ugye, amikor a másik fontosabb, a másik öröme, boldogsága fontosabb az enyémnél, és milyen gyönyörű a magyar nyelv ezzel az elmossa kifejezéssel. Pontosan, mint ahogy a víz tud jó és rossz dolgokat egyaránt. Tehát igen, ez a szerelemnek az ereje, a szerelemnek és a szexualitásnak, úgyhogy praktikusan a kettő együtt van, jelen, és a másikkal való tudatos vagy tudattalan, ne legyünk azért ennyire előítéletesek, lehet ez néha tudatos is, ugye, a másikkal való egyesülés. És akkor itt már az utolsó topikomra térve, a vízpartra. Hát nem mindegy, hogy az, mit csinálunk ott, mert önmagában pusztán csak, hogy vagyunk, az még kevés. Nem tudom, hogy mennyire vehető ki ez az ábra, csak hogy például mennyit változott, itt is természetesen a nyaralásról van szó, akkor általában vízparton képzeljük el, hogy mit változott, amióta az okostelefonok megjelentek, akkor ilyen előtte, ami a fényképek így tényleg az élményekről készültek, ma ugye a lábunkról, a combunkról, a csípőnkről, stb. Nyilván most ez megint egy külön előadás és témája lehetne a vírus esteknek, tehát, hogy nem mindegy, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá, és hadd tegyem hozzá zárásként pedig akkor azt a gondolatot, hogy mi, ahogy tekintünk a szerelemre, az nagyon sokszor egy ilyen dihotom változó, hogy van, vagy nincs. Márpedig ez nem ilyen egyszerű. Ugye, hogy itt a hullámzásról is beszéltem, és hogy valahol egy hosszú kapcsolatban szinte nincs olyan, hogy két ember pont egyformán szeresse egymást. Egyszer az egyik, egyszer a másik, és ez pont ettől szép, hogy megvan ez a fajta dinamika. És a másik pedig az, amiben viszont a vízre nekünk nagyon nagy szükségünk van, mint termékenyítő közegre, vagy legalábbis nagy lehetőségünk van benne, az, hogy gondoljunk bele, hogy nyilván nem érezzük mindig ugyanolyan szerelmesnek magunkat. Így például, hogyha mondjuk késve rohanok, ez csak egy saját életpélda otthonról, késve rohanok el, és a párom beragadt a fürdőszobába, és ütöm verem az ajtót, hogy csipkedd már magad, mert elkések, akkor nem érzem magam ugye annyira szerelmesnek belé. Viszont, hogyha éppen mondjuk, vannak, hogy ne csak a vizes példát hozzam, ugye vannak olyan pillanatok, amikor úgy nagyon átérezzük, ilyen egy gyerek születése, ilyen akár a hála pillanata, amikor mellettem van. És bizony ilyen az, amikor mondjuk a vízparton sétálok,
és olyan nagyon csillagos az ég, olyan nagyon kellemesen buja nyári meleg van. Olyan nagyon hallatszik, mint a Duna folyó, vagy akár a tengernek a fodrozódása, és akkor érzem igazán azt, hogy milyen jó, hogy ez a másik van nekem. Akkor érzem igazából, beengedem magamba a szerelemnek az érzését. És ezért fontos, ilyen értelemben a környezetnek is a megteremtése, hogy igenis adjak magamnak időt, lehetőséget, hozzak létre olyan környezetet, hozzak létre olyan helyzeteket, olyan mi időnket, amikor ezt át tudom igazából élni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és függetlenül attól csak ezért gondoltam, hogy ezzel a záróképpel mutatom, hogy ugye még ez nem feltétlenül vízicsigák, de hogy azért egy kicsit igyekezünk, és tudjunk visszatérni a természetes dolgokhoz a kicsit túlságosan gépiesített világunkban. Köszönöm szépen a figyelmet!